Köszönöm szépen, sekebalastelex.hu. Szeretnék először a gyermekvédelmi törvényjavaslatot visszatérni picit. Ugye itt pedofiliáról, gender kérdésekről, gender propagandáról beszélt. Mi köze a kettőnek egymáshoz? Melyik kettőnek? A pedofiliának, illetve a gender témának. Hát Balázs, hát most volt egy ügy, aminek a középpontja egy 15 éves fiú van, hogy mi köze hozzá. Majd az ügy elkövetője propagandisztikusan elmeséli ezt a pedofil élményét a nagy nyilvánosság előtt, hogy mi köze hozzá. Hát ez maga az ügy. Világos, hogy ebben az ügyben, de azt is mondta, hogy még várjuk, meg a nyomozati szakban van, még sok részlet nem ismert. Ezt a törvényalkotásban mi indokolja, hogy összemossák a kettőt? Ugye a korábbi gyermekvédelmi törvénynél is ezért kapta a legtöbb kritikát a kormány ellenzéki oldaltól, illetve az Európai Uniótól. Ugye mi nem mossuk össze, önök mossák össze, jól értem. Hogy, tehát nem, tényleg nem értem a kérdést. Ugye történt valami, amit mindenki tud, még elismételni sincs gyomrom. De annak a közepében egy 15 éves fiú áll a probléma közepében. Egy kiskorú, egy nagykorú, kiskorú viszonyról van szó, amit úgy néz ki, hogy a magyar jog nem tud megfelelően még szabályozni, ezen dolgozni kell. Majd erre ezután mondtam, én nyomozásról nem beszéltem ebben az ügyben, az egy másik ügy volt, bizonyára van az is, helyes is, szerintem még kellenének egyéb következmények is. Tehát az egy dolog, hogy a pedagógiai asszisztenst elbocsájtották, de személy szerint az igazgató meg a tankerületi vezető elbocsájtását is kiváló ötletnek tartanám. Ugyanis, hogy történt van, ami egy iskola környékén meg nem lehet megtörténni. Ha az vezetve van, ez nem történik meg. És mint mondtam önnek, magyar szülőként, tehát most hagyj lépjek ki a szerepemből, nekem van két gyerekem. Ha én azt látom, hogy ez meg tud történni az országban, utána még egyébként ennek az erőszakos gender propagandának a szolgálatába is állítják, tehát rengeteg videót elkészítenek arról ezek az emberek, hogy ez tulajdonképpen milyen jó dolog, akkor az maga a propaganda. Eljuttatni ennek a felháborító ügynek a részleteit, hasonkorú fiatalkorúakhoz, kiskorúakhoz, és beállítani egyfajta élményként. Ez maga a propaganda. Így jön össze. És azt mondtuk, tavaly is azt mondtuk, most is csak azt tudom önnek mondani, hogy eddig és ne tovább. Tehát a gyerekeink közeléből ezzel a propagandából távozni kell. El kell menni onnan nagyon messzire, mert különben az lesz idézőjelben, amit Sebestyén Balázs is mondott. Ezt tudom önnek mondani. Világos, de akinek van gyermeke, azért él, miről beszélek. Gyermekvédelmi törvényalkotásnál arra nem kell hangsúlyt fektetni, hogy heteroszexuális férfiak is, nők is követhetnek el pedofiliát. Dehogy tehát nem. Itt folyamatosan csak a gender kérdésekről, a homoszexuálisokról. Mélységesen egyetértek. De kell. Tartsák magukat távol a gyerekeinktől. A gyerekem az enyém. Én vállaltam, én nevelem, én tudom, hogy mi a jó neki, én tudom, hogy milyen ütemben szeretném, és mire nevelni. Menjenek el a gyerekektől. Menjen nagyon messzire. Nagyon messzire, mert balhé lesz. Werner Sadler ügyről szeretnék következőnek kérdezni. Az ügy nyomozati anyagai szerint a tanúvallomásokban több minisztériumi dolgozó is arról beszélt, hogy a végrehajtói pályázatoknál egyes jelentkezők neve mellett feltűnt, hogy mely országgyűlési képviselő támogatja. Ugye Gelencsér Attila, Szatmári Kristóf, Cseresnyész Péter és Csizi Péter országgyűlési képviselők neve is szerepelt ezekben a tanúvallomásokban. Önök frakcióvezetőként tudtak-e arról, hogy a frakció tagjai kapcsolatban vannak Sadler Györgyékkel, és a végrehajtói pályázatokat befolyásolják, vagy pontosabban beleszólnak, hogy kit nevezzenek ki egy-egy végrehajtói álláshelyre? Mi csak azt tudjuk, ami a vádiratban van. Most az eljárás lezárult, a nyomozás lezárult, sokáig tartott, széles körű volt. Miután az érintett képviselők ellen nem fogalmazódott meg vád, ezért a rájuk vonatkozó híreket sem tudjuk egyebekben kezelni. Tehát nem tudom, hogy nekik kivel volt és milyen kapcsolatuk. A páthatóság magát, az államtitkárt, a végrehajtói karelnökét és még jó pár embert váddal illet, ezeket a képviselőket meg nem. Tehát én azt gondolom inkább, hogy ez az ő személyük elleni politikai támadás. Ha ez büntető ügy lenne, amit ön kérdez, vagy pedzeget, akkor benne lennének az ügy közepében, de nincsenek benne.
Még ha jól gondolom, tanúként sem, ha csak be nem idézik őket, de nem gyanúsítottja ennek az ügynek, nem elkövetője ennek az ügynek. De az ismert volt a frakció tagjai előtt, vagy akár önök előtt, hogy kit kell keresni, hogyha valaki a végrehajtói pályázatokhoz szeretne, hogy úgy mondjam, véleményt megfogalmazni, vagy végrehajtói szakvizsga időpontot szeretné, hogyha a soron kívül kiírnának egy-egy ismerősének, ugye itt Kubatov Gáborra gondolok, akinek a neve szintén előkerült a nyomozati anyagokba, vagy egy meg nem nevezett parlamenti kabinet. Szóval, hogy önök tudtak-e arról, hogy a frakciótagjai kapcsolatban állnak végrehajtói álláshelyekkel, pályázatokkal kapcsolatban, Bernert Pállal, illetve Sadlő Györgyel? Én megmondom önnek őszintén, hogy én az ügy kirobbantásáig azt sem tudtam, hogy ki a végrehajtói kar vezetője. Fogalmam nem volt róla. Megkérdezett volna egy ilyen sajtótájékoztatón, akkor gondba lettem volna a dologgal. Fogalmam sincs. Ilyen információ nem volt. Az pedig, hogy kinek kerül elő a neve, hát ki mondja, mikor mondja, miért mondja. Ha valaki egy tanúkihallgatás kapcsán akár csak megemlíti, hogy egyébként ez azután volt, miután önnel beszélt, akkor az ön neve is elő fog benne kerülni. Tehát egy kicsit úgy érzem néha, hogy van ebben azért kabátlopás esete is. A valódi bűnösökről a bíróság dönt. Völner államtitkár úr a bíróság előtt áll. Sadl György a bíróság előtt áll. Aki nem áll a bíróság előtt, annak valószínűleg nem volt hozzá köze. Én csak ennyit állítok. És nem is érdekelt önöket? Meg se kérdezték ezeket az országgyűlési képviselőket, akikről a nyomozati anyagokban szó volt? Én beszéltem nem mindegyik kölyükkel. A nyomozati anyagokban, most mondtam el, tehát ön is könnyen be tud kerülni egy nyomozati anyagba, valaki megemlíti az ön nevét, és már is ott van a nagy látszatkeltés, hogy belekeveredett, és akkor ezt lehet több cégben habosítani, de ettől még ők nem elkövetők. Mert én ezt nem mondtam, hogy elkövetők, csak ott felmerült. De akkor mire várja a választom? Ha nem követtek el semmit, akkor miről kellett volna velük beszélnem? Még ön sem mondja, hogy elkövettek volna bármit, akkor miről beszélgessek velük? Az ügyben fölhívtak, hogy arra kiválóan alkalmas ez a fajta médiahetsz, ami zajlik körülöttük, hogy a saját városukban a demokratikus koalíció pártemberei helyi kampányt csinálnak ez ellen az ügy ellen, ami, mint ön is mondta, mégis nem ügy. Tehát erre jó, politikai lögdösödése jó, de arra ne várjon tőlem választ, hogy számon kérjem a képviselőket egy olyan ügy miatt, amit még a vádhatóság, sőt, még a sajtó munkatársak szerint sem követtek el. Mi a helyes kérdés ilyenkor? Én ennél higgadtabban vezetem. Akkor meg se kérdezte őket, hogy itt ez a minisztériumi tanúvallomás szerint mégis hogyan támogattak végrehajtói álláshelyre jelentkezőket? Ez nem úgy van, ahogy... Tehát tényleg azt mondom, hogy önök elképzelnek egy világot. Mi szerint mi ülünk Simicskó Istvánnak ketten az irodánkba, és nyomozati cselekményeket végzünk. Meg bírósági folyamatokat véleményezgetünk. Szerinted mennyire? Ilyen, nincs ilyen. Nekem nem dolgom kideríteni az igazságot. Az igazságszolgáltatás dolga. Rendőrség nyomozott, ügyészség, Nemzeti Védelmi Szolgálat nyomozott az ügyben, és most bíróság előtt van. Miért? Tehát teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, nem? Ez nem úgy van, ahogy önök elképzelik, hogy büntető ügyekben itt. Mégis csak egy politikai közösség tagjai. De mi a vád? A frakció vezető. Igen, de én ennél higgadtabban vezetem a frakciót, mert mi a vád? Kedves Balázs, mondja meg nekem, mi a vád? Miről kérdezzem őket? Megkérdezem. Visszamegyek és megkérdezem őket. De mit kérdezzek tőlük? Mi a vád? Telexen írtunk arról, a minisztériumi dolgozók arról beszéltek a tanúvallomásukban, hogy ezek az országgyűlési képviselők nevei ott szerepeltek végrehajtói álláshelyre jelentkezők nevei mellett, mint magasabb szintről támogató, politikai támogató. De igen, de ha ez így lenne, meg ez megállt volna aztán a nyomozás legvégén is, akkor eljárás alatt lennének ők is, nem? Igen. De ez a nyomozás lezárult, és a képviselőkről kiderült, hogy nem igaz ez a vád. Ezért nem is indítottak ellenük eljárást. És most ön azt kéri, hogy mégis én, a magam frakció vezető eszközeivel kvázi vádoljam meg őket, hogy de mégis válaszoljanak már arra a kérdésre, amit egyébként egy széleskörű nyomozás már tisztázott. Ők nem részei az eljárásnak, eképpen a vádhatóság szerint nem követtek el olyan bűnt, mint mondjuk Völner úr, akiről a vádhatóság azt állítja, hogy elkövette. Róluk nem állította a vádhatóság, ezért én nem látom, hogy nekem lenne most dolgom. Ha az más jelentene, ha lenne ilyen vád, és ön azt kérdezné, hogy miután van ilyen vád,
én hogy viszonyulok a dologhoz? Akkor is azt mondanám, hogy az ítéletet a bíróság hozza meg, és nem úgy, ahogy sok szerkesztőségben elképzelik, hogy mi hozzuk meg. Az igazságszolgáltatást hagyjuk dolgozni. Magyarországon egy nagyon komoly gyakorlat, hogy szeretnek hivatkozni emberekre. Aztán vagy úgy van, vagy nem. Tehát gyakorta hivatkoznak a miniszterekre is, hogy tőle jövök, ő vele megbeszéltem, aztán lehet, hogy nem. Nemrég vitt el a rendőrség egy folyamatosan a belügyminiszter úrra hivatkozó bűnelkövetőt, aki a belügyminiszter úrral olyan kapcsolatot adott elő mindenhol, miszerint ő mindent el tud intézni. Aztán kiderült, hogy a belügyminiszter úr szegény még sosem látta az illetőt, és ezért a cselekményére elő is állították ezt az embert. Ilyen van, de próbálja meg az én oldalamról is nézni ezeket a kérdéseket. Nincs vád a képviselők ellen. Nincs vád, de milyen tanulságai vannak ennek az egész ügynek a frakció? Az nagy tanulság. Tehát ugye Bölner Pál a Fidesz frakció tagja volt. Igen. Ahogy Hagyó Miklós meg az MSZP. Az a tanulság, hogy a törvényeket be kell tartani. És az a tanulság, hogyha az igazságügyi államtitkár nem tartja be, akkor az igazságügyi államtitkár is, hiába ő az igazságügyi államtitkár, bíróság elé fog kerülni. Ez a nagy tanulság a dolognak mindenki számára. A törvények mindenkire vonatkoznak. Szerintem ez egy nagy tanulság. És a belső működés, akkor nem kell semmilyen változtatás, módosítás, hogy el tudják kerülni, hogy a jövőben már Fidesz frakció más tagja is hasonló. Betartsák a törvényeket. Ha ír nekem egy javaslatvázlatot, szívesen áttanulmányozom, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy a törvényeket mindenki betartsa, mert ebben eltökélt vagyok. És ha kapok jó javaslatokat, akkor alkalmazni fogom.